Saját közlekedési központja lesz Kecskemét városának, amennyiben a holnapi közgyűlés elfogadja a dr. Homoki Tamás alpolgármester előterjesztését. A cél, hogy megalapítsák a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft-t, ami a tervek szerint garantálja az igények szerinti közösségi közlekedést. A bizottság ülésén dr. Orbán Csaba, a városüzemeltetési osztály vezetője vázolta a szervezet működését. Elmondta, hogy a közlekedési központnak forgalomfejlesztő és üzemeltetési feladatai lesznek. Az egyik legfontosabb, hogy begyűjtsön minden személyszállítással kapcsolatos adatot. Ez legalább másfél évet vesz majd igénybe. Ha már elég információval rendelkeznek, akkor egy új, minden igényt kielégítő menetrendet is bevezethet a város. A közlekedési központ feladatai között van a személyszállítással kapcsolatos feladatok összehangolása, a különböző elemek megpályáztatása. A piacról rendelik meg az egyes szolgáltatási elemeket, így könnyen előfordulhat, hogy teljesen más cég szolgáltatja a buszokat, más gondoskodik a sofőrökről, vagy akár a szervízről. Viszont a szakmai szervezet bocsátaná ki a város képi és formavilágával rendelkező buszjegyeket, és kezelni a bevételeket. Bíznak abban, hogy az új közlekedési központ irányítása alatt nem csak hatékonyabb, de gazdaságosabb is lesz a város tömegközlekedése. A 2 milliárdos forgalmú közlekedési társaság szakaszosan épül majd fel, egyelőre 4 fővel indul, később pedig mintegy 30 fővel működik majd. A közgyűlés holnap dönt a közlekedési központ alapításáról, a későbbiekben pedig meghatározza a szervezet pontos feladatkörét, mivel ezeket önkormányzati rendeletekben kell rögzíteni.